megtartották a 13. aracsi emlékünnepséget. A történelmi dokumentumok tanúsága szerint a puszta templom helyén álló monostor már az 1030-as években létezett. Az épület sorsát a 16. század török pusztításai pecsételték meg. A hódoltság után teljesen néptelenné vált, és a sorsára maradt. 1999-ben alakult meg az Aracs Hagyományápoló Társaság, amely évente szervez emléknapot, hogy felhívja a figyelmet az aracsi puszta templomra, megmaradásunk jelképévé vált műemlékünk megóvásának szükségességére. A rendezvény, amelyet az elsős idő miatt a tordai Nepomuki Szent János templomban tartottak meg, hagyományosan ünnepi szentmisével kezdődött, amelyet a nagybecskereki megyéspüspök mutatott be a számos bánsági papságának a közreműködésével. A szentmise után művelődési műsor következett. Közös erővel, sok jóakaratú ember összefogásával próbáljunk szebb jövőt építeni az aracsi puszttemplomnak, hogy még unokáink is láthassák. Mindannyiunknak azt kívánom, hogy legyen erőnk és hitünk, higgyünk magunkba, higgyünk családunkba, higgyünk magyar nemzetünkben, és elsősorban higgyünk Istenben. A rendezvény művelődési műsorában felléptek a tordai Aracs Társaság énekesei és versmondói, a magyarországi Tisza Alpár testvértelepülés dalköre, a Csókai Férfi Kórus és a társaság török becsei barátai. Az első sáros idő sajnos csoportunk számára is lehetetlenné tette a puszta templom megközelítését. Újvidékre került az Olvasókörök Szövetségének vándorbotja. A Kárpát-medencei Olvasókörök találkozójának célja az olvasás népszerűsítése, a hagyományápolás, a közös múltunk és az anyanyelvünk erősítése. Az újvidéki tanácskozáson Deák György, az Olvasókörök Szövetségének társelnöke elmondta, az olvasóköröknek történelmi feladata, hogy lendületet adjanak a magyar-magyar civil kapcsolatok elmélyítésének. Nekünk az a fontos, hogy összefogjunk, hogy a határ az ne jelentsen határt, hiszen megtehetjük, hogy idejövünk, még hogyha kevesebb számban is, de úgy hiszem, hogy közösek a céljaink. A rendezvényen elhangzott, a célok megvalósításához elengedhetetlen a kormányzati támogatás. Kalmár Ferenc András, a Magyarországgyűlés Külügyi Bizottságának tagja kiemelte, Budapest az egységes magyar nemzetben gondolkodik. A jelenlegi magyar kormány nem akar falakat emelni, hanem integrálni akarja a nemzetet határokon átívelően. Józsa László, a Magyar Szó taggyűlési jogokat gyakorló testületének elnöke arról beszélt, hogy Magyarországon keveset tudnak a vajdasági magyarságról. Dr. Zsoldos Ferenc, az MNT alelnöke hangsúlyozta, a délvidékben sok lehetőség van, amit ki kell használni. Minden olyan esemény, ami a délvidéken kap helyet és Kárpát-medencei szintű, az jó nekünk, mert hogy úgymond az összmagyarságon belül emelkedik a hírünk, a nevünk. A vándorbot egy évig lesz Újvidéken. Annak átvételekor Tóth Bátori Erzsébet, az Olvasókörök Szövetségének elnökségi tagja reményét fejezte ki, hogy a vajdasági magyar közösség ezzel erősebb és összetartóbb lesz. 6 polgár és egy civil szervezet kapta meg idén Óbecse község elismerését. Óbecse község napja alkalmából díszülést tartott a községi képviselőtestület. Az ünnepség zászlófelvonással kezdődött. Knézi Péter polgármester felszólalásában elmondta, örül annak, hogy a vízellátási problémák ellenére idén 4 napon át ünnepelhet a község. Ezen a napon 1774-ben kapta meg a város azt a kiváltságlevelet, amivel az összes itt élő nemzet és nemzetiség egyenlő jogokat kapott is, mint az egyenlőség napját is ünnepeljük. És 2009-ben került sor először a város nap az új város, illetve hát község nap megünnepelésére. Óbecse község díját minden évben azoknak ítélik oda, akik tevékenységükkel öregbítették a város hírnevét. Egy élet bizonyos értelmi beteljesülése ez a díj, és olyan kollégám fogalmazott, díjat kapni azoktól, akikkel élsz, ahol élsz, az egy külön jelentőségű. A mostani Petőfi kultúrkörben kb. 400 tag tevékenykedik. A társas, modern társas tánccsoportoktól, a néptánccsoportokon, a népzenekarokon keresztül. Ezen kívül működik egy kézimunkacsoport, működik egy amatőrfestőcsoportunk. A színes kísérőprogramok egyike az Éjszaka a könyvtárban című rendezvény volt. Itt könyvbemutatót és irodalmi beszélgetést is szerveztek. Falunapot ünnepelt Tótfalu. Az elmúlt egy év eredményei közül a gimnáziumi sporttagozat beindítását tartja a legnagyobb sikernek a helyi illetékes. Erre mi nagyon büszkék vagyunk. Ezt
őszintén és tiszta szívből fölvállaltuk, és azon vagyunk, hogy ennek a küldetésnek eleget is tegyünk. Ez volt az egyik. A másik, ami nagyon komoly szándékunk és tervünk volt, ez az iskola szakkabinet részének a befejezése volt. Ez utóbbi beruházás még nem valósult meg a tartományi nagyberuházási alaptámogatásának késése miatt. A jövő feladatai közül az egyik legfontosabb a helyi járulék újbóli bevezetése. Hogyha a helyi járulék nincs, akkor azt azért el kell mondani, és sajnos, hogy ez így van pillanatnyilag, hogy a faluban nem fog létezni egy postahivatal, nem fog létezni egy helyi közösségi hivatal, nem fog létezni egy gyógyszerész, akiket mi, mint az önkormányzat, mint a helyi közösség, tartunk fönn. A falunapon főzőversenyt, kézműves kirakodóvásár, rózsakötészetet, gyermekprogramokat és kultúrműsort láthattak az egybegyűltek, valamint biotermesztésről szóló szaktanácskozást is tartottak. A szabadkai termelők minél előbb jelentkezzenek termőföldjeik ingyenes elemzésére. A talajelemzés alapján a termelők tanácsot kapnak arra, hogy a földjükön milyen műtrágyát mekkora mennyiségben használjanak. Analiza je vrlo bitan posao za poljoprivrednike, odnosno saznanje šta imaju u svom zemljištu, koje elemente, jer evo već od 2003. godine ona se obavlja. Az eddigi tapasztalatok alapján a Szabadkához tartozó szántóföldekre a foszfor, a gyümölcsösökre pedig a kálium hiánya jellemző. A tervek szerint az idei jellemzés augusztus végéig tart. Na osnovu poziva poljoprivrednika prave se spiskovi, a konkretno veće znači za ovu i za iduću nedelju ima spisak napravljen i onda se grupiše, znači s obzirom da mi izlazimo da uzorkujemo uglavnom, onda znači grupišemo poljoprivrednike iz Bačkih vinograda, pa dvoje, troje njih kad već se nakupi da imamo ceo dan posla, onda odemo tamo na teren. A szabadkai termelők a Szabad Egyetem épületében található mezőgazdasági szakszolgálatnál jelentkezhetnek telefonon, illetve személyesen. Az elemzéshez meg kell adniuk a parcella nagyságát és kataszteri számát. A szabadkai közbiztonsági helyzet javítását sürgeti a Magyar Remény Mozgalom. Az MRM-nél ismét azt hangsúlyozták, hogy fontos lenne létrehozni az általuk kezdeményezett nemzetileg vegyes polgárőrséget. Meggyőződésük szerint ez előbb-utóbb bekövetkezik, azonban nem mindegy, hogy hónapokon belül vagy 10 év múlva. A megélhetési lopások száma fokozódik, és a rendőrség még a város legszűkebb központjában sem képes megbirkózni egy ilyen problémával, banálisnak tűnő, de egyáltalán nem ártalmatlan problémával, mint ami a falfirkák szaporodása, akkor hogyan várhatnánk el tőle, hogy a megélhetési lopások számát csökkentse. Az alelnök kiemeli, Szabadkán ennél sokkal nagyobb gondok is vannak, de jól tükrözi a közbiztonság állapotát, hogy a városban már nem található egyetlen falfirkamentes utca sem. A legveszélyesebbek természetesen a soviniszta tartalmú falfirkák, mint amilyen legutóbb a Kosztvány szobor meggyalázása volt, de ugyanakkor Szabadka várost ellepték a különböző szurkolói csapat falfirkái is, amelyek csúfítják a várost. Az MRM szerint a polgárőrség mellett a problémára megoldás lehetne még, ha kijelölnének a városban néhány elhagyott épületet, vagont, teret, ahol engedélyezett lenne a falfirkálás. Felújítják a Szabadkai Szent György templom 2 fal festményét. A Szent György templom 2 falképének restaurációs munkálatai most tartanak a felénél. A támogatásból a teljes templom belső felújítási terveit is elkészítették, mondta Palatinus István. A plébános hozzátette, a Krisztus feltámadását ábrázoló alkotás restaurációja már befejeződött. Hitünknek az alapigazságát vagy a legfontosabb üzenetét fogalmazza meg. Ott a dicsőségesen föltámadó Krisztus, aki előjön a sírból, a katonák, akik megrémülve látják ezt az eseményt, és az angyal, aki szemtanúja ennek a valóságnak. Kórhec pap Zsuzsanna restaurátor jelenleg a mennybe menetelképpen dolgozik. Mindkét alkotás igen rossz állapotban volt már. Nagyon nagy része hiányzik, sok helyen csak nyomokban lehet feltételezni azt, hogy mi volt ott. Például ezek az aranyozott felületeknek is az előkészítését lehetett csak megtalálni. A neogótikus Szent György templomon eredetileg szecessziós hatások is láthatóak voltak. Valaha tulipános szőnyegszerű díszítés futott a falakon, az ablakok pedig vitrázsüvegesek voltak. A plébános elmondta, a templomot eredeti állapotába szeretnék visszaállítani.
Jelenleg megjósolhatatlan, hogy Szerbia az év végéig elnyerheti-e az Európai Uniós tagjelölti státust, nyilatkozta a Pannon RTV-nek a Parlament Integrációs Bizottságának elnöke. Az Európai Unió a szerb oldal felelősségét vizsgálja a koszovói konfliktus kialakulásában. A Belgrád és Pristina közötti dialógus legutóbbi fordulója azért jósult meg, mert Szerbia nem fogadja el a koszovói vámpecséteket. A tagjelölti státus elnyeréséhez viszont feltétel a szabad árucsere forgalom Koszovóval. A tagjelölti státus megszerzése jelen pillanatban még realitás, arra a kérdése is nehéz válaszolni, annak ellenére, hogy néhány héttel ezelőtt ez teljes bizonyossággal kijelenthető volt. A csatlakozási tárgyalások dátuma, mának a kitűzése az úgy gondolom, hogy az alapján, ami elmúlt napokban történt, szinte bizonyosan egy rövid távon nem teljesíthető, vagy nem teljesülendő célkitűzés. Varga László szerint nem sok jót jelent, hogy több uniós ország is Szerbiát tartja felelősnek a konfliktus kialakulásáért. A kulcskérdés az lesz, hogy Szerbia európai partnerei hogy élték meg azt, hogy nem került sor meg erre a megállapodásra, tehát hogy ítélik meg azt, és sokkal kevésbé esik az adba, hogy a szerbiai alkotmány vagy a szerb állam hivatalos álláspontja alapján mi lenne a jó megoldás. Božidar Djelić miniszterelnök helyettes szerint nem véletlen, hogy Pristina éppen azután vezetett be szankciókat a szerbiai járúra vonatkozóan, hogy az utolsó vádlott is Hágába került. Ezt a helyzetet használja ki néhány bővítés ellenes EU tagállam, hogy lassítsa Szerbia uniós csatlakozásának folyamatát, tette hozzá Djelić. Készen áll a beruházók fogadására a kisbajmoki ipari zóna. Befejeződött a kisbajmoki ipari zóna infrastruktúrális felkészítése a tervezett 25 hektárnyi területen. Az övezet most már rendelkezik vízzel, csatornahálózattal, árammal, gázzal, közvilágítással és úttal is. A Norma csoporttal szembeni kötelezettségeket a város határidőre teljesítette, az ipari zóna következő lakója pedig a szintén német Continental Contitec lesz. Planira se za sada još uvijek usmeno i tako dalje, da do kraja godine, ajde da kažem otprilike u novembru, krene izgradnja njihovog objekta od oko 6000 kvadratnih metara, gdje će oni u perspektivi, da kažem, zaposliti negdje oko 295 radnika. A kisbajmoki ipari zóna iránt továbbra is van érdeklődés. Jelenleg két potenciális beruházóval tárgyalnak, akik egyelőre még puhatolóznak. Sa jednog investitora još ne znamo kakva mu je dinamika odlučivanja, kada će da izabere svoju lokaciju. Kod drugog investitora su tu već pregovori, da kažem, u jednoj srednjoj fazi, kada već načinjemo polako priču o potrebama za infrastrukturu. A Norma csoport és az új lakó, a Continental Contitec vállalat a kisbajmoki ipari zóna C blokkjában kaptak helyet. A Dunker Motoren 2012-ben települ át a B blokkba. A cégek mindkét területen élvezhetik a vámszabadövezet előnyeit. Szoptató sarkot adtak át a Magyar Kanizsai Egészségház gyermekosztályán a Szoptatás Világhete alkalmából. Az Egészségügyi Világszervezet már több mint 10 éve augusztus első hetében tartja a Szoptatás Világhetét. A mi egészségházunk hát azt találta ki erre a rendezvényünkre, hogy egy szoptató sarkot alakítsunk ki gyermekeink számára, azaz a kismamák és a szoptatós babák számára. Azért, hogy egy intim légkört tudjunk biztosítani, hogy az anyukák az éppen várakozó gyermeküket megszoptathassák. A szoptatásról szóló kiadványok népszerűek, egyre több anyuka fogadja meg a bennük lévő tanácsokat. Mindenütt hangsúlyozzuk, hogy legalább 6 hónapig szoptassanak az anyukák, mert mind az ő, mind a babájuk szempontjából igen fontos és kiemelkedő jelentősége van. A Szoptatás Világhetéhez kapcsolódóan csütörtökön délután 5 órára beszélgetéssel egybekötött műhely munkára várják az egészségházba a babát váró nőket, ahol fogorvos, nőgyógyász és gyermekgyógyász foglalkozik majd a leendő anyukákkal. Dr. Körmenci László, az intézmény igazgatója azt ígérte, hogy lehetőségeikhez mérten a település többi orvosi rendelőiben is igyekeznek kialakítani a magyar kanizsaihoz hasonló szoptatósarkokat. Az Entai Lovastanyán zajlott a negyedik Őseink csillagösvényén elnevezésű történelmi tábor. A fiatalok kézműves foglalkozásokon próbálhatják ki ügyességüket, emellett történelmi előadásokat hallgatnak. A magyar történelemmel, ezen belül pedig a Hunyadi korszakkal ismerkednek meg. Délutánunként szokott egy kis kovácsolás lenni, és ami ugye legfontosabb az, hogy azokkal a hadi dolgokkal is foglalkozunk,
amik más táborokban nem jellemzőek, hiszen ugye egy történelmi hagyományozó egyesületünk van, akik pont ilyen haditornával foglalkozik. A gyöngyfűzés, nemezelés, bőrtárgyak készítése mellett a gyerekek több harci eszközzel gyakorolhatják a célbadobást. A súlypannát kell megfogni, és az a lényeg, hogy nem kell annyira szorosan fogni, és a végénél úgy kell elengedni, hogy így csúszson a kezünkön. Az érdeklődők a történelmi vívás alapjait is elsajátíthatják. Az alapállásra, meg az ilyen, hogy jól üssel, meg már hogyha félre vagy valamiért, akkor még ebben a kardok, még ebben a fával is lehet nagyobb baj. A táborban tanultakat a gyerekek vasárnap, a zárónapon mutatják be szüleiknek, valamint az itt készített munkákból alkalmi kiállítást is rendeznek. Felújítják Mohol központját. A központ felújítási munkálatait a tervek szerint a jövő hónap közepén kezdik meg. Erre 25 millió dinárt fordítanak, az összeg jelentős részét ADA önkormányzata fedezi. Ezt a beruházást nagy részben, tehát körülbelül 95%-ban az önkormányzat, a maradék 5%-ban pedig a moholi helyi közösség pénzeli. Az év végéig a község területén több mint 40 projektum valósul meg. Szekundáris kanalizáció, hálózat kiépítése, utcák aszfaltozása kiépítése, játszóterek építése, óvodák felújítása, tehát lesz sok-sok újdonság, és ezek a projektumok mind-mind jó úton haladnak. Az új munkahelyek teremtése is a község legfontosabb projektumai között szerepel. Augusztus 1-ével lejárt községi pályázat, ahol is ad a község minden tartományi, illetve köztársasági pályázaton kívül még 100 000 dinárral támogat egy-egy új munkahely teremtést. Adán 1,5 millió dinárból a Vukkaradzsics utca már meglévő parkolóövezeteit rendezik majd. Tájékozatlanok az emberek, ezért gyakran előnytelen feltételekkel vesznek fel hiteleket. A polgárok többsége az engedélyezett számlatúllépési hitelt használja. Ennek oka, hogy nem elég tájékozottak, és nem tudják, mikor milyen hitelt vehetnek fel. Relatív sok hitelkártyát használnak, és ezek után mindjárt szorosan ott vannak a szubventált, tehát a kedvezményezett fogyasztói hitelek. Az egyik legnépszerűbb lakossági hitelfajta a készpénzhitel, még akkor is, ha költséges. Készpénzhitelt akkor használnak, ha nem tudják másmilyen keretbe betenni, tehát mivel ezek, próbáljuk is az ügyfeleknek megmagyarázni, hogy ezek drágák, és mondhatom, hogy elég sok lakásépítési hitel is van jelen, nem úgy számban, mint összegben, mivel ezek a legnagyobb hitelek. Tavaly a Szerbiai Lakáshitelbiztosítási Testület segítségével 10 000 lakáshitelt vettek fel összesen 350 millió euró értékben. A kölcsönök negyede államilag támogatott hitel volt. Több mint 60 általános iskolás vesz részt a Magyar Kanizsai Községi Pedagógus Egyesület 9. táborában. A tábort a községi önkormányzat és a helyi közösség mellett az általános iskolák és a tanárok a majdnem 300 fős egyesületi tagság segíti. A pedagógus egyesület céljai között nem csak a pedagógusok támogatása szerepel, a szakmai munka levezetése, hanem a gyerekekkel is törődünk. Így el lehet mondani, hogy a tanulóknak szervezünk tanulmányi versenyeket, és szervezünk táborokat is. A kézműves foglalkozások mellett egyéb érdekességek is várnak a gyerekekre. Az idei tábornak a programjai, az a környék élővilágáról van szó, történelemről van szó, földrajz előadások vannak, a gyerekek részt vettek, ormon voltak a medencében, holnapi nap folyamán mennek majd gyalogtúrára. Azon kívül külön foglalkozás van még az íjászat lesz, madarászat. A községi roma cselekvési terv részeként a Tisza táborba ellátogatott a horgosi nyári foglalkozásokon lévő roma gyerekek 50 fős csoportja. A diákok együtt festettek, kötélhúzó versenyen vettek részt, és megismerkedtek Magyar Kanizsa történelmével is. Az ülési önkormányzat, a vajdasági Etnolife és a magyarországi Fono Alapítvány közös pályázat útján szerzett támogatást egy határon átnyúló projektum megvalósítására. A Ludasító partján lévő Rókatanyán 35 diák vesz részt a héten zajló kézműves táborban, közülük 15-en érkeztek ülésről. A kulturális program része nagy része már lezajlott.
Mi voltunk, mi látogattunk ide Vajdaságba egyik alkalommal hajdújárásra, Szüreti Fesztiválra, valamint jövünk a Szent István ünnepre, augusztus 20-án Palicsra. Ők pedig nálunk voltak egy dalos találkozón, meg utána a falunapokon lépett föl a Tabankúti Bunya Vesztán csoport. Azt mutatjuk meg e program keretében, hogy hogyan lehet két térséget, amelyet sajnos a határ elválaszt, de közelebb hozni egymáshoz, gyerekeket táborba hozva, illetve tőlünk is mentek táborba, ugye ülésre, hogyan lehet toleráns, békés egymást mellett élésre tanítani. A résztvevők agyagozásban, szövésben és fafaragásban is kipróbálhatják magukat. Szép a hely is, meg jó ez a tó itt lent a Rókatanya mellett. A programok azok nagyon érdekesek, úgyhogy eddig minden tetszik. A gyerekek a hétvégéig táboroznak a tanyán. A projektum szeptemberben zárul, ennek keretében egyébként jelenleg is tart a rókatanyai alkotóház építése. A jelenleg is tapasztalható változékony időjárás ellenére még nem ért véget a nyár. A július elején tapasztalt 35-38 fokos hőség idén nyáron már nem ismétlődik meg. Augusztus közepén azonban 10 napos csapadékmentes időjárás várható. Gyakori lesz a változékonyság, úgyhogy valószínű, hogy augusztus 20, tehát 15-e és 25-e között akkor lesz egy stabilabb időszak, amikor a hőmérsékleten 30 fok körül lesz, és akkor nem lesz csapadék, illetve nem lesz záporzivatar. A megkérdezett szabadkaiak többsége az időjárás változékonysága mellett is elégedett az idei nyárral. Milyennek találják az idei nyarat? Hát nagyon szép, hála Isten, nagyon szép, szép idő is van, úgyhogy nagyon megfelelő számomra. Röviden talán úgy kellene megfogalmazni, hogy továbbra is folytatódik ez az ilyen össze-vissza időjárás, ami lehet, hogy kedvez egyeseknek. Minden esetre a szabadkaiaknak igen, de az, aki elmegy esetleg az Adriára, jelen pillanatban eléggé hisztis a helyzet. Én szeretem ezt az időjárást, azért, mert a túlmeleget nem nagyon viselem most valahogy. Szeretek volna kicsit meleg legyen kis lánya, első nyarra el tudnánk menni nyaralni, vagy valahogy, hát igazából fürdeni valahova. Hétfőtől újabb hidegfront éri el térségünket, emiatt kettől ismét 25 fok alatti hőmérsékletre lehet számítani. Magyar Tudományosság Vajdaságban címmel pályázatot hirdetnek a vajdasági magyar fiatalok számára. A Magyar Tudományosság Vajdaságban című pályázatra vajdasági magyar középiskolások, valamint egyetemisták és főiskolások jelentkezhetnek. Pályázni egyénileg vagy legfeljebb 3 fős csoportokban lehet, tanulmánnyal vagy audiovizuális munkával. A jelentkezőknek vajdasághoz kötődő tudóst vagy tudományos témát kell bemutatniuk. A pályaművek foglalkozhatnak olyan kérdésekkel, amelyek a délvidéki magyarság sorsához, illetve a környezetvédelemhez vagy a fenntartható fejlődés témájához kapcsolódnak. Emellett a pályaművek bemutathatnak magyar közintézményeket vagy épületeket is. Az elbíráláskor előnyben részesítik azokat a munkákat, amelyek pozitív jövőképet közvetítenek. A pályaműveket október 10-ig várják. További információk a Főkonzulátus, illetve a Magyar Nemzeti Tanács honlapján olvashatók. Az első helyezett 100 euró pénzjutalomban, az egyéb díjazottak pedig pénz, illetve tárgyi jutalomban részesülnek. Sajtótájékoztatót tartott Maglai Jenő, a VMS szabadkai elnöke. Politikai csődeljárást indított a Demokrata Párt a Szabadkai Városházán, így fogalmazott sajtótájékoztatóján Maglai Jenő. A Vajdasági Magyar Szövetség városi szervezetének elnöke megbízható forrásokra hivatkozva bejelentette. 10 napja dr. Nenad Ivanisevics irányítja Szabadkát. Sasa Vucinicet kihagyják minden fontos döntésből. Tudomásunk szerint pár nappal ezelőtt a politikai csőd biztos Nenad Ivanisevics szerepébe átvette a városháza irányítását, illetve az önkormányzat irányítását, és a végrehajtó operatív feladatokat ez a személy állása el. A polgármester politikailag félretéve. A helyi közösségi választások eredményei indították el ezt a folyamatot, véli Maglai Jenő. A VMS együttműködést kínált a regionális pártoknak. A cél az volt, hogy a legtöbb szavazatot begyűjtő pártok együtt vezessék a helyi közösségeket. Ehelyett elvtelen koalíciók születtek a DP, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga és a Szerbiai Demokrata Párt között, hangsúlyozza a VMS szabadkai elnöke. Eddig elképzelhetetlen volt, hogy a Nenad Csanak vezette a Vajdasági Szociáldemokrata Liga bármilyen politikai együttműködés, vagy bármilyen politikai koalíciót kössön a Vojislav Kosztinca vezető Szerbdemokrata Párttal.
Kelebián, Nagyfényen, Sándorban és a pestcsarahelyi közösségben valószínűleg meg kell ismételni a választásokat, mert senki nem tud többséget kialakítani. Bajmokon biztos szavazni kell ismét, ugyanis Misityevó helyi közösséget az önkormányzat csak a voksolást követően alakította meg. Mintegy 2000 kilométer kerékpárral megtett út után érkezett haza Csángóföldről Magyarkanizsára Kaszacsongor fiatal tanító. Csongor az elmúlt egy hónapot a csángóföldi magyar faluban töltötte, ahol nyári napközit működtetett az ott élő gyerekek részére. Közülük sokan csak törik a magyar nyelvet, szüleik pedig munkájuk miatt nem tudnak velük foglalkozni napközben. Főleg állattenyésztéssel és földműveléssel foglalkoznak, tehát amíg a szülők kimentek a határba dolgozni, addig én a gyerekekre vigyáztam. Volt olyan nap, hogy 8-9 gyerek gyűlt össze, de olyan is volt, amikor 29. És hát igazából ez egy nyári óvoda volt. Az ottani gyerekek rossz körülmények között főként csak az államnyelvén románul tanulhatnak. Erre szerette volna felhívni az emberek figyelmét a fiatal tanító, aki tavaly még autóval utazott Magyarfaluba, idén pedig már a kétkerekű megoldást választotta. Legemlékezetesebb az marad, amikor a Kolozsvárra vezető úton tönkrement a bicikli, de olyan szinten tönkrement, hogy nem lehetett egyáltalán hajtani, és mert egy emelkedőre hajtottam épp fel, így hát sajnos el kellett kezdenem tolni, de hát jött egy kedves kamionos, aki ugyan nem tudta, de fölhúzott erre a hegyre, és aztán 63-a száguldoztam le, mert még mindig elfelejtettem elengedni a kamiont. A csángó gyerekeknek összegyűjtött adományokat még az út előtt sikerült eljuttatni Szegedre. Az illetékesek innen szállítják majd tovább Magyarfaluba, ahova Csongor egyébként jövőre is el szeretne jutni. Megkezdte munkáját Szabadkán a kommunális rendőrség. 24 órában 3 műszakban járőröznek a kommunális rendőrök Szabadkán. Az önkormányzati vezetés az új rendfenntartó szervtől várja a köztisztaság és a közbiztonság javulását. A kommunális rendőrök legfőbb feladata, hogy segítsenek a polgároknak. Obaveza komunalnih policajaca će u narednim danima biti da obiđu po sektorima sve predstavnike mesnih zajednica, da se upoznaju, da se predstave. Feladataik ellátás során jogukon áll igazoltatni, bírságot kirúni és szükség esetén erőszakot is alkalmazhatnak. A legfontosabb feladatom, hogy feladatunk, hogy fönntartjuk a városban a rendet, együttműködünk a polgárokkal, és azt tudni kell, hogy ez a kommunális rendőrség a polgárokért, és nem a polgárok ellen alakult meg. A 20 rendőr 3 hónapos kiképzésen elméleti és gyakorlati oktatáson vett részt. Az első csoport rendőr, 20 rendőr, amennyien vagyunk mostan. Ebből 8-an beszélnek perfekt magyarul, szóval használják a magyar nyelvet, úgy, mint a szervet is. Akkor még 2-en úgy, 3 még beszélik az is, mert nem olyan tökéletesen, mint ez a 8, de 8-an tökéletesen beszélnek magyarul. És úgy is osztottuk el a rendőröket, hogy mindig legyen a csoportban egy, aki beszél magyarul is. A kommunális rendőrök többek között a vendéglátóipari létesítmények munkaidejét, az építkezések szabályosságát, valamint a tömegközlekedést és a taxiforgalmat is ellenőrzik. Megkezdték az úthálózat kiépítését Kishegyesen a Vajdaság utcában. Kishegyesen a Vajdaság utcában 160 méteres szakaszon 2 járdasávot alakítanak ki. A helyiek szerint az utcában a vízelvezetést is meg kellene oldani. A betonozást mindenki üdvözli. Hogyha le fog folyni a víz, nem lesz sár, megoldják az árkot, megoldják a gyűrűket, hogy ott köröztül kitisztítják, akkor biztos, hogy nagyon jó lesz. Télen, ugye sár volt, itt nem lehet bejönni. Be is jöttünk, de hát ugye ragadt, vagy mit tudom én, meg itt állt a víz előttünk, és a többi föntről lefelé folyt, itt állt még. Na most az a 2 sáv is többet ér attól, az biztos. Hát csak könnyebb lesz a közlekedés. Még kerékpára is ki lehet menni. A traktorok itt jártak lefelé, és akkor nagy kártyuk voltak. Úgyhogy hát az autók nem nagyon bírtak itt közlekedni tényleg. Szerintem biztos, hogy jobb lesz. Kishegyesen az elmúlt 3 évben mintegy 7 kilométer hosszúságú utat aszfaltoztak ki. A Vajdaság utca betonozását a helyi járulékból finanszírozzák. 2 80 centis gyakorlatilag betonsávot fog kapni. 160 méter hosszú utcáról van szó, és mintegy 600, több mint 600 ezer dinár értékű beruházásról van szó, amit a helyi járulékból, a helyi közösség önerőből fog elvégezni. Kishegyesen még 19 utcában kell kiépíteni a szilárd útburkolatot. A további aszfaltozást a tervek szerint pályázati pénzekből biztosítanák. Másodízben szervezte meg a gyerekek nyári sportaktivitását a Magyar Kanizsai Községi Sportszövetség az önkormányzat anyagi támogatásával.
A község 5 településén, Horgoson, Oromon, Oromhegyesen, Kispiacon és Magyarkanizsán, júliusban és augusztusban heti 2-3 alkalommal, összesen 20 sportággal foglalkozhatnak a gyerekek. A sportklubok aktívan részt vesznek ebben a programban, összesen 20 klub, összesen 20 sportágban. Ez egy hatalmas potenciál, amit megmozgattunk, és az önkormányzat egyrészt a szervezésen, másrészt anyagilag is hozzájárult ehhez. A sporttevékenységek alapvető célja a szünidő hasznos eltöltése, de a Községi Sportszövetség titkára mást is vár ettől az akciótól. A szünidő elteltével csatlakozzanak valamelyik sportklubhoz, és hogy a továbbiakban is folytassák az iskolán kívüli rendszeres testmozgást. A délutáni programok között szerepelnek a küzdősportok, amelyek egyik nem voltak túl népszerűek a gyerekek körében. Meg volt található a teke, ovistorna, ugyanis az óvodásoknak sem, még a községben nem volt lehetőségük ilyen sportaktivitásra. Az akcióban résztvevő sportegyesületek szeretnék, ha ezzel az utánpótlást is biztosítani tudnák. A kajakklubban például több mint 20 gyermek kezdett el kajakozni a nyári sporttevékenységek során.